Az idei 11. székelyföldi Varga Sándor verstáborban, Csíkcsomortánban 10 napon át székelyföldi, felvidéki, délvidéki, kárpátaljai és az anyaországból érkezett fiatalok, így a Fehérvár versünnep döntősei mélyíthették el tudásukat a Petőfi emlékévben, amelynek hívó gondolata a szabadság szerelem volt. Mihály Magdolna a tábor főszervezője, az alapító Varga Sándor özvegye kiemelten fontosnak tartja, hogy ma már a teljes kárpát-medencei magyarságból érkeztek fiatalok, akik ezzel is megerősíthették identitásukat. Az évek során a résztvevő fiatalok száma folyamatosan növekedett, és kimondhatjuk, hogy ma már a teljes kárpát-medencei ifjúság képviselteti magát. Az ide érkező fiatalok és a tábor vezetői segítségével, ahogy Varga Sándor megfogalmazta, hidat építenek magyar és magyar között. Ennek tükrében színes, változatos programok várták a fiatalokat, az anyaországból érkezett színművészek, a népi kultúra ismert alkotói és a hagyományokhoz hűven nem csak útmutatást kaptak előadói készségeik fejlesztéséhez. 11. alkalommal találkozunk itt Csíkcsomortánban. Mi változott, hogy lehet ezt a fenntartható fejlődés jegyében megvalósítani esztendőről esztendőre, hiszen az valljuk meg a Kárpát-medence, tehát azt mondjuk, hogy felvidék, délvidék, Kárpátalja, természetesen az erdélyi, illetve a székelyföldi gyermekek mellett a magyar gyermekek is ugyanolyan szintű és minőségű táborban tanulják meg az alapvetéseket. Igen, a cél nem változott. Tulajdonképpen, amikor Varga Sándor fejében ez felötlött, akkor még egy ilyen alapvetően egy tehetséggondozás volt az elsődleges cél, és ez a 11 nány év alatt szépen kiteljesedett egy nemzetépítő történetté. Az első csoportok, azok leginkább ugye Székesfehérváról és környékéről érkeztek, majd a különböző támogatók és források segítségével sikerült egy ilyen szép nagy tábort összeszerveznünk, amely igen, nagyon fontos a mai kiüresedő világban, hogy a gyerekek és a fiatalok már minél hamarabb találkozzanak azzal a fontos gondolattal, hogy kik vagyunk és miért vagyunk a világon. Számunkra, a családunk számára és Varga Sándor számára is nagyon fontos volt a magyarság megélése mindannyiunk számára, és ennek a tanítása. Az évek során nem volt mindig könnyű és egyszerű a forrásokat megszerezni a táborhoz, de a tábor megszervezése, megtartása a család és a barátainknak az élete részévé vált. Tehát sosem volt kérdés, hogy itt a kárpát-medencei fiatalokat legalábbis egy 10 napra összehozzuk és megmutassuk nekik, hogy igen, mi összetartozunk. Tehát a válaszom az, hogy nagyon fontos az életünk része, és nem tudnánk elképzelni az életet anélkül, hogy itt ezt a 10 napot ne szerveznénk meg minden évben. Petőfi Sándor, világosságot. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az emberke belás, nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy kis hamvadó sugár sincs. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad. Vezess, ha fény vagy. Vezess csak egy lépésnyire. Nem kérlek én, hogy átvilágíts a más világnak fátyolán a szemfedőn. Nem kérdem én, hogy mi leszek, csak azt mondnak, hogy ki vagyok. És miért vagyok. Magáért születik az ember. Mert már magában egy világ. Vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség. Éljünk-e önön örömünknek, vagy sírjunk a síróvilággal. Ki más szívéből kiszívta a vér saját javára, s nem lett büntetése. S hány volt, ki más javáért a vért kiontá saját szívéből, s nem lett jutalma. De mindegy. Aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi.
időközben a Fortis Hungarorum Egyesület támogatásával, hiszen ez családi kötődés is, tehát Anna és Bálint is olyan szinten besegít ebbe a munkába, ami azt hiszem, hogy példaértékű, és nagyon fontos számunkra. Ugyanakkor megmaradtak azok a támogatók országos szinten is, akik lehetővé teszik, hogy a teljes Kárpát-medencei fiatalság eljöhessen ide esztendőről esztendőre. Igen, tehát egyik oldalról a gyakorlati részét és a szervezési oldalát, ha nézem, akkor azt kell mondjam, hogy a gyerekeink igen belenőttek ebbe a történetbe, és mind a két gyereknek roppant fontos az, hogy itt a táborban, ők ugye már dolgozó felnőttek, hogy erre a 10 napra el tudjanak jönni, és a szabadságukból 10 napot ide, hogy itt töltsenek. És nem csak a családtagjaink, hanem azok a művészek, akiknek legalább ilyen fontos, hogy itt a gyerekekkel és a fiatalokkal ezt a nagyon fontos 10 napot együtt töltsék és fejlesszék őket. A támogatók. Igen, hát ezek évről évre azért van közöttük változás, de az állandó támogatóink között van Székesfehérvár önkormányzata, és most már évek óta a miniszterelnökség is kiemelt támogatónk közé tartozik, illetve muszáj megemlítenem, mert ő is egy állandó támogatónk, Kövér László, az országgyűlés elnöke. Mennyire jelent megerősítést, hogy esztendőre itt van köztünk Kubik Anna, Ráckevei Anna, Rúboldödön, hogy itt van a Misztrál, itt van természetesen van beszédtanárunk Milus Marian személyében, és a néptánc is, azt hiszem, hogy a tököli csapat egy kiválót nyújt. Igen, a néptáncosok Solymáról érkeztek. A tábor nem képzelhető el nélkülük. Mert egyik oldalról persze nagyon fontosak a magasztos gondolatok és a nemzet építése, a magyarságunk megélése, de hát mégis ez egy verstábor, tehát ennek vannak szakmai része. A fiatalok azért kapnak ide meghívást, mert ők különböző szavaló versenyeken helyezettek voltak, vagy külön díjasak voltak, és hát nekik itt azért a nap jelentős részében különböző tréningek, szakmai tréningek zajlanak. A három színészünk, a művészek olyan ikonikus alakjai a mai magyar kultúrának, akiktől a gyerekek nem csak a szakmát, hanem az életet is tanulhatják mindenképpen. Példaértékű az ő teljesítményük, az ő munkásságuk a mai magyar művészetben. A tábor programjai mellett kiemelt szerepet játszanak a kirándulások. Én azt hiszem, hogy Székelyföldet megismerni olyan szinten, hogy sikerül azt a rengeteg látnivalót összegyűjteni, és tehát egy-egy táboron belül megmutatni a fiataloknak, milyen elvek mentén döntesz? Ez mindig nagy kihívás egyébként, mert egyik oldalról vannak olyan diákok, akik visszatérő diákok, tehát mindig szeretnénk újat mutatni nekik is. Másik oldalról kell, hogy kapcsolódjanak az adott tábornak a tematikájához. Ja, ebben az évben a Petőfi 200 évforduló kapcsán mi is Petőfi nyomába eredtünk. Ez így kihagyhatatlan, úgy gondolom, az az útvonal, amit Petőfi az utolsó két élete utolsó két napján bejárt, tehát mindenképpen próbáltuk és próbáljuk ehhez szervezni, megtalálni azokat a pontokat, kirándulási pontokat, amelyek ehhez kapcsolódnak, és hát ezen túl itt vannak olyan helyszínek, amelyek szintén azt gondolom megkerülhetetlenek azok számára, akik edén kívülről érkeznek, és azokat is mindig betesszük a programba. Itt nyilván a Gyimesekbe, Nyergestető, és hát ami még belefér, próbáljuk összeszervezni. Itt persze Csíksomlyó mellett vagyunk, tehát egyértelmű és evidens, hogy de Csíksomlyói Nyeregbe mindenképpen mi is elzarándokolunk, tulajdonképpen megszervezzük minden évben a verstábori búcsút. Igen, szép jányka volt, és aztán hitre sem lett.
de meg szegény hitét, s mással kötött szerelmet. Egy rossz helyen volt, újján visszavettem. Legdrágább kincsem ez, jobb helyre kell hát tennem. Fegyvermet töltöm, a szívem beléd bocsátom. Ezennel önts golyót egy űrűből, barátom. Fegyvermet töltöm, a szívem beléd bocsátom. Minden tábor vége, a következő tábor kezdete, mondjuk mi. Én bizonyos vagyok benne, hogy fogunk még találkozni. Milyen jövőképe van a tábornak? Hiszen én azt gondolom, hogy ezre mindenki kíváncsi. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nehéz is a válasz rá. Azt gondolom, hogy a tábort folytatni kell. A táborra szükség van. A verstáboros családunk, tehát a szervezők, a művészek, és ténylegesen a család nagyon fontosnak tartja, és azt gondolom, hogy minden tábor végén megkapjuk a visszacsatolást a fiataloktól, hogy igen, erre nagyon nagy szükség van. Remélem, hogy lesz elég erőnk a folytatásra, és lesz hozzá forrás is. Tehát az az örök gondolat, amelyet Varga Sándor kimondott, hogy a legfőbb feladat hidat építeni magyar és magyar között, az egy kellő jövőképet biztosít? Hát jövőképnek mindenképpen tökéletes. Fekszem, hanyatt a föld sötét zöld szőnyegén, és merengve nézem a sötét kékeket. Szár rám aranyos, ezüstös csillagfény, és koszorúgyanán kövezi fejemet. Megfürözték lelkem a sugározomban, lemosott magáról minden földi szennyet, s most újjászületve a magas barakban, s keresi a mennyet. Alszik az egész föld, mély és csendes álma. Egyetlen halk dongás érinti fülemet. Tán mellém valami kis bogárka száll? Vagy távoli folyam harsogása lehet? Vagy még távoliabb felhők mennyi dörgése, mely míg hozzám ér, így parányivá törpül? Vagy lelkemnek himnusz éneklése? Le a csillag körül. Szállj, lelkem! Ó, szállj az égi testek között, és pillancs keresztül rejtelmet fátyolál, melyet az istenség titkos ujja szövő. Bölcsességből lett, vagy csak szeszélyből talál? Nézd meg, lelkem, mi van ott a csillagokon, és nézd meg, mi vagyon a csillagok felett. Azután röpülj le hozzám gyors szárnyadon. Hadd beszéljek vele. Add kérdjem, mit láttál? Van-e ott is élet? S ha van, így gyötrelmes, így bús, mint a földi? Áll-e az a kemény, szigorú ítélet, amely jutalmat oszt és bosszúját tölti? De mi közöm ehhez? Egyet szeretnék én, csak egyet megtudni. Arról hoz hírt nekem, vannak-e ott szívek? És a szívek mélyé, lángol-e a szerelem? Ha ott is szeretnék, úgy vágyok oda, s hogy feljussak, forrón imádkozni fogok. De ha a szerelem föl nem kísér oda, úgy Isten hozza, ragyogó csillag. Úgy szebb a föld minden búvánata mellett. Koncentrációs gyakorlat is. Jó? Tehát, ti vagytok az utca bal oldala, ti vagytok az utca jobb oldala. A 10 nap során a szakmai programokban Kubik Anna a tábor szakmai vezetője, a Magyar Díjra egyik első számú gondozója, Rászkevei Anna és Rúbó Dödön színművészek segítségével a fiatalok verset tanulhattak és elemezhettek. Miros Marian beszédtanárnak köszönhetően elmélyíthették tudásukat a beszédtechnika rejtelmeiben,
hogy aztán Lőrinc Beáta és Varga Zoltán a Cédrustánc Együttes művészeti vezetőinek útmutatásával bensőséges kapcsolatba kerülhessenek a népi kultúra táncos gyökereihez. A Misztrál Együttes tagjai Heitzinger Mika és Török Máté társaságában belekóstolhattak a színpad varázsába is, Dékány Sixtus Cisserci szerzetestől pedig komoly lelkitöltetet kaphattak, hogy aztán számtalan helyszínen megtapasztalhassák a székelyföldi népi kultúra és történelem semmihez sem hasonlítható eredendőjét. Most titkosan egy helyen hétkett, és két álom olvadt keverve, mint egy lemezen két fénykép, vagy két hang egyszerre leverve. Mint a külön nem volna elég útvesztő lelkünk vagy testünk, egymásra dobott két háló, egymás zavarába estünk. Egymás élete szörnyeivel tele minden bozótunk, dupla sűrűségben járunk, s kézfogva tapogatózunk, vagy néha dacosan egymás lázas kezét elereszkük. Nem vagyunk sem egy, már sem kettő, magunkat is belevesztjük. Ó, nem vagyunk mi boldogok, se tiszták, se jók, se bölcsek. Életünk a kócos erdő ágainál kuszább és törtebb. Ezer rosszaságtól sötét és könnyektől nedves, de a lombok végül is egymás, a nyílt égből elég kedves, mely fényes omlokkal hajol ránk, mint ajka az ébredezőre, s egyszer simára gombolyul minden, ami zilált és tőre. A verstábor idei előadásainak sorában Boncidai Éva, a Magyar Kultúra magazin főszerkesztője, Petőfi Sándor és a Reformkor hozta változásokról szóló előadásában kivételes kontextusban idézte meg a szabadságharc költőjének alakját. Kosztolányi mondta, ha valamikor sok-sok ezer év múlva felébresztenének a síromból, s hirtelen arra kérnének, hogy nevezzek meg egy költőt, azt mondanám Petőfi. Népszerű költőnk tudatosan és cselekvően vett részt a magyar történelem folyásában. Ő a cselekvő hazaszeretett példája, a reformkor polgárosulási törekvései, a nemzeti függetlenség eszménye, a népiesség általa vált közvetkedvelté, mert őszinte, közvetlen, természetes hangon szólt hozzánk. Ápolta és hirdette a magyar nyelvet, ablakot nyitott a természet csodáira, beszélt a lélekről, érzésekről. Ezért adott nagyon sok pluszt az az előadás, ami a reformkor és Petőfi Sándor kapcsolódási pontjait elemezte, kicsit másként. Esztendőről esztendőre különleges programokkal készül a székelyföldi Varga Sándor verstábor, erre a Kárpát-medencei diák találkozóra, fiatalok találkozójára, és ennek mindig van egy mottója. Ezúttal a szabadság szerelem, hiszen Petőfi Sándor 200 éve született, és nagyon fontos szerepet játszott az életében Erdély. A mai előadása nyilvánvaló, hogy Petőfi Sándorral foglalkozik, ugyanakkor milyen adalékokkal szolgál, milyen pluszt ad a fiataloknak? A mai előadásunk címe Mit tennél egy időkapszulában, és kötődik a Petőfi bicentenáriumhoz. Ugyanis én a Magyar Kultúra magazin képviseletében érkeztem ide, idén minden lapszámunk kiegészül egy Petőfi bicentenáriumi melléklettel, és ennek a témának egyfajta kontextualizáló jellege van, tehát hogy miről is szólt ez a reformkor, miért volt ilyen fontos ez az időszak, és mi váltotta ki ezt a közös gondolkodást, nem csak a magyar nemzet körében, hanem Európa szárta a nemzetek körében.
És amit mi keresünk, hogy volt egy olyan közös tapasztalat, egy olyan közös trauma, amire válasz lehetett. Ez a hatalmas tettvágy, amivel letették annak a világnak az alapjait, amit mi most látunk magunk körül. És hogy ez hogyan jelenik meg Petőfi költészetében, hogyan befolyásolta a Kazinczy életét, akár egy nagyon távoli vulkánkitörés, vagy egy olyan borzasztó járvány, mint a kolera. Petőfi nyomában címmel az egésznapos kiránduláson a táborlakók Borbék és László pedagógus idegenvezető értő vezetésével megismerkedhettek a költő tragikus halálának történetével. Ki és hol látta utoljára hazáját hűen szereplő Petőfi Sándort? Mi történt a nemzet költőjével a segesvári csata után? Lehet-e bármit biztosan állítani a 200 éve született Petőfiről? Kérdések sorozata, amelyre választ vártunk és kaptunk, hogy mit őrzött meg a helyi emlékezet az 1849-es események kapcsán. Meg annyi különböző változat és eltérő, egymásnak ellentmondó feljegyzések sok kisebb töredékekre bontják a történetet. Éppen ezért számtalan irányba fordult történészek és visszaemlékezők narratívája. Meg annyi feltételezés született a költő haláláról. Borbély Kis László gondoskodó tisztelettel és szakmaisággal ismertette meg a csatát megelőző napon Székely keresztúrra érkező Petőfi Sándor emlékét őrző múzeum relikviáinak történetét, kiegészítve az emlékét őrző szobrok a gyárfás kúria területén megtalálható legendás körtefa sorsával, illetve a néphagyomány által megőrzött események sorával. Az 1848-49-es szabadságharc utolsó ütközeteinek egyikére a világosi fegyverletétel előtt két héttel került sor. 1849. július 31-én Erdély belső területén, Segesvár városa mellett Fehéregyházán. Mai tudásunk szerint ebben az összecsapásban esett el Petőfi Sándor. Az erdélyi magyar haderőt 1848. decemberétől a lengyel származású Bem József tábornok vezette. Mellette tisztikarának tagjaként bukkant fel Petőfi Sándor, akinek a tábornok őrnagyi rangot adományozott, hogy távol tartsa a harcok legveszélyesebb helyeitől. Igyekezett azonban kudarcot vallott, Petőfi harcolni akart az erdélyi magyar erők végső összecsapásában, ahol beteljesült a csillagsors. A fehéregyházi Petőfi Sándor Emlékmúzeum meglátogatásakor megismerhettük azt a verziót is, amelyet az erdélyi magyarság évtizedek óta a Petőfi kultusz fontos részekért tart számon. Borbély Kis László elmesélte, hogy rengeteg kutatómunka, a Temérdek nem kis számban fennmaradt cikkelgyűjtemény és koronatanú, a Petőfiről és az eltűnéséről írott könyvek csak részei mindannak, amit a költő haláláról és annak körülményeiről tudni lehet. A Fehéregyházán lezajlott ütközet sors fordító pillanatait, amelyre a köznyelv segesvári csataként emlékezik, és amelyben Bem tábornok serege nem tudott ellenállni az osztrák-orosz túlerőnek, és Petőfi Sándor hősi halálával végződött, egy a maga teljességében a magyar reformkort megidéző kiállítás mutatja be. A megbízható források szerint Lengyel József Székely keresztúri orvos látta utoljára életben Petőfi Sándort. A koronatanúnak egy visszaemlékező leírásából lehet tudni, hogy az ispánkút előtti jobb kanyarba érve az orvos visszanézett, és akkor abban a kijelölt szakaszban látta a költőt. Én mindig azt mondom, innen vonult az örökké valóságba. Meg annyi hétköznapi történet kicsit másként. Akár így is összefoglalhatjuk a Verstábor egyik népszerű programját, amelyben Rászkevei Anna és Milus Marian összeállításában a fiatalok bizonyíthatták kreativitásukat. A szemünk előtt leperge történetek egyszerre nyújtottak színházi élményt a maguk sajátos dramaturgiájával, illetve bizonyították, hogy a tehetség kézen fogva jár a kivételes élethelyzetek bemutatásának kivételes kihívásaival. Quiz Night címmel egy színes változatos program várt a fiatalokra a táborban. Varga Bálint vezetésével egy rendhagyó játékos vetélkedővel erősítették meg, hogy a Petőfi kultusz megismerése, a nemzet költőinek viharos és kevésbé viharos élethelyzetekre alapuló mindennapjairól milyen emlékekkel gazdagodtak, melyek azok a történetek, amelyek megragadtak emlékezetükben a fehéregyházi Székely keresztúri és segesvári kiránduláson hallottakból. Borbély Kis László értő kalauzolásával udvarhelyszék talán legjelentősebb középkori templomában, a bögözi református templomban is látogatást tettek a táborozók. A templom feltehetően a 13.-14. században épült.
Az 1300-as évek során legalább két periódusban falképekkel borították a hajó oldalfajait, sőt a homlokzaton is találtak falképekre utaló nyomokat. A belső térben ma csak a hajó nyugati és északi falán láthatók falképek. Legfelül Szent László legendájának töredékeit tekinthetjük meg, alatta Szent Margit legendája.